A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a Fehérvár Televízió városismereti műsorát látják a következő 50 percben. A műsor állandó szakértője Váci Márk történész városkutató, aki most is itt van velünk. Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. És nem, hogy eljöttél, hanem nagyon készültél a mai műsorra is, hiszen nagyon sok szép képet fogunk tudni bemutatni. Nem csak azért, mert szépek, hanem érdekesek. Egyre közeledünk a mai időszakhoz. Most már az 1900-as évek elején járunk a város fotótörténete tekintetében, és egyre inkább ismerhetünk fel városrészeket. Úgyhogy érdemes ezt mindenkinek figyelni, hát ha felfedeznek olyan részeket, amitől jön ez a hú, tényleg, az ott van. Ez egy nagyon jó érzés. Sokan mondják, hogy annyira jó, hogy ráismerni ezekre a dolgokra. Mindig szoktunk egy kicsit ismételni, egy kicsit visszanézni, hogy miről is beszélgetünk. Most annyiban érdekes, hogy azt a sorrendet, amiben a fotósokon keresztül mutattuk be a város életét, azt egy kicsit változtattuk, bár most is képek a főszerepben. Ugye eddig, amiről beszéltünk, az nagyjából az 1945-ig terjedő fotótörténet volt Székesfehérvár vonatkozásában, ahol a fényképészeken és a műtermeken keresztül mutattuk be ezt a történetet. Természetesen itt is ismerkedhettünk már azért családokkal, olyan neves családokkal, akiknek a nevét azért úgy általában mindenki ismeri, meg olyan családokkal, akiket mondjuk különböző szakmák művelői jobban ismernek, vagy azok, akik tájékozottabbak mondjuk a város történetben. És aztán a múltkori alkalommal, ugye az előző adásban történt meg az, hogy egy fotoarchívummal válogattunk igazából képeket, egy olyan archívumból, ami kifejezetten székesfehérvári képeket gyűjt, legyen az egy üzemi baráti körnek a fotóanyaga, sőt videóanyaga, legyen az egy egyesületnek az anyaga, legyen az egy személynek a hagyatéka, akár a fehérvári közgyűjteményekbe bekerült anyagok, amelyek már más adatbázisokban is szerepelnek, de itt összesűrítve igazából nyomon követhetők, és például különböző kulcsszavak segítségével lehet keresni ezekből a gyűjteményekből összesítetten, tehát ezért is nagyon jó. A mostani anyag, amit hoztam, ez egy 1903-as fotóval kezdődik, tehát 120 éves az első felvétel, és 1939-ig jutunk el, tehát nem egy olyan hatalmas nagy időszak, de én próbáltam úgy válogatni a Fortepán fotógyűjteménynek az anyagából, hogy olyan témákat is meg tudjunk mutatni, vagy olyan helyszíneket, amelyek eddig még nem igazán kaptak ugye helyet ebben a fotótörténeti sorozatban. Tehát így például építkezést is meg tudunk majd mutatni, olyan helyszíneket, amelyek ma már nem léteznek, és ugyan előfordul, hogy ezek közül közgyűjtemények anyagába is bekerült néhány, de azért vannak kivételek. Hiszen a Fortepánnak az a legnagyobb sajátossága, hogy adományozók által beküldött felvételekből dolgozik, és ezeket adatolják igazából tovább. Nagyon ritka az, amikor részletes információkat ki lehet deríteni a fényképek alapján, tehát a képleírásokban nagyon sokszor csak a helyszín és esetleg az évszám szerepel, de nagyon jó illusztrációs anyag is ebből a szempontból, hiszen a 20. századot Fehérvár tekintetében legalábbis mindenképpen végig kíséri, kezdve a 20. század elejé fényképész műtermekben készült fotókkal, amelyek közül már mi is jó néhányat láttunk, ugyanis az emlékmentés fotógyűjtő projekt anyagából is került fel, például a Fortepánra. Rengeteg sok fénykép hátlap van ennek köszönhetően, ugye, amiket mi már azért végignézegettünk, hogy hogyan változott például egy-egy műteremnek a kínálata, az időben hogyan változott az arculat, ez is jól nyomon követhető, de vannak olyan képek, amik kifejezetten csak itt találhatók meg, és azért nagyon jó, hogy az adományozók nevét is feltüntetik ugye ebben az adatbázisban, illetve hogyha valaki ugye ezeket használja, főleg írásban, akkor természetesen kérik, hogy ezt jelenítse is meg, hogy ki volt az adományozó, mert esetleg utána lehet járni,
hogyha az illetőnek megvan az elérhetősége bármi, akkor utána lehet egy kicsit nyomozni, hogy mégis kik azok, akik szerepelhetnek a képen, egyáltalán ki az, akitől ez a fotó megmaradt, és az adományozó, mondjuk valamelyik felmenőjétől, ismerősétől, bárkitől, hiszen egy-egy fényképnek is nagyon sokféle története lehet, egyáltalán a fényképnek is van egy életútja, illetve a rajta szereplő személyeknek is van egy életútjuk, ha eseményt jelenít meg, akkor pedig ugye egy nagyon jó illusztráció is lehet akár az adott eseményhez, sőt, akár ennek a részletes bemutatását is segítheti. Tehát, hogy mondjuk egy adott napon, egy jeles esemény kapcsán mi minden történt egy városban, azt akár ilyen pillanatfelvételekből is össze lehet nagyon jól rakni, és ezzel ugye be lehet mutatni nem csak szövegben, de képben is. Tehát a Fortepánon is találhatók egyébként ilyen sorozatok, amelyek egyes eseményeket mutatnak meg, és ez azért nagyon értékes, mert ezek közül nagyon sok közgyűjteményekben csak egy-két példányban található meg, tehát az adott eseményről készült egy-néhány fotó, és ezek pedig nagyon jól kiegészítik a folyamatokat. Tehát nem csak az érdeklődő magánszemélyek számára, hogyha lehet így mondani, de a kutatók számára is nagyon értékes ez az anyag. Nagy örömmel néztem a műtermi fotókat is, akár családokról, akár székesfehérvári egyénekről, személyekről, katonákról, de a legnagyobb öröm az volt, amikor az első olyan fotót láthattuk, ami, ha jól tudom, az első is Székesfehérvárról, ahol maga a város egy részlete került bemutatásra, sőt egy nagyon fontos esemény a színház alapkő letétele. Ez egy olyan történelmi fotó, amit mindenkinek tudni kell, hogy ez volt az első fotó, amit láthattunk. És a mostani listának azért örülök különösképpen, mert amellett, hogy most is láthatunk akár ismerős arcokat is a múltból, akár személyeket is, de azért megjelenik a város maga, ami nagyon sokat segít, és nagyon fontos, nem akarok ennyire előre menni, de ebbe a listában már megjelenik 1938, ami hát gyakorlatilag megváltoztatta a városképet. Igen, igazából én most próbáltam úgy összeszedni ezt a fotóanyagot, hogy felvillantok különböző témákat, amikkel majd később fogunk foglalkozni. Így például van benne egy kis zenetörténet is, amihez kapcsolódóan én két fotót hoztam ugyan, de gyakorlatilag azon kívül, hogy milyen alkalomból készült és mikor, most még legalábbis nem tudok róla többet mondani, és hoztam olyan épületekről is fotókat, amelyeknek a történetével már korábban foglalkoztunk, akár egy-egy városrészek kapcsán. Mondjuk hangsúlyosan a belváros kapcsán kerültek ugye elő ezek az épületek, vagy ezeknek a többsége, és olyan különlegességeket, amelyekről csak nagyon ritkán esik szó. Hiszen a vasútvidék kapcsán például a Vörösmarty térről beszéltünk ugyan, de volt ott egy nagyon fontos létesítmény, hát már a 20-as évektől kezdve, amiről most én hoztam egy 1933-as fotót, majd meg fogjuk látni, hogy miről is van szó egészen pontosan. Ezt, ha jól emlékszem, eddig még nem emlegettük egyébként ebben a műsorban. Nos, hát most már ezt abszolút izgatott vagyok, kezdjük is el, hiszen összvisz 50 perces műsorunk van, és 34 darab fotó van, amit szeretnénk tüzetesen megnézni. Nézzük az első képet, amit én az imént, amikor láttam, azt az első aha érzés megvolt, hogy ezt legalább fölismerem a fő utca, amire mindjárt kijavítottál, hogy Nádor utca. Igen, ugyanis 1903-ban, amikor ez a kép készült, akkor már és még Nádor utcának hívták, ugye egészen 1947-ig. 1809 az az év, amikor József Nádor, ugye a Habsburg főherceg, megérkezik Székesfehérvárra egy katonai díszmenet érén, és egy hatalmas nagy felvonulásban vesz részt, és azt a területet, amin ő beérkezik, ugye a régi Budai út irányából, a régi Budai kapu felől, ugye ma már a Budai kapu az egy teljesen más fogalom, és nem megyünk el most itt az ingatlan piac irányába, de tudjuk, hogy hol van, amit ma annak neveznek. Tehát a régi új Budai kapu, hiszen ugye ott Varkocs György és Vatai Ferenc időszakában ugye egy régi Budai kapuról beszélünk, aztán egy újról. Na ez az, amit ugye részben elbontanak 1809-ben azért, hogy a hatalmas nagy díszmenet be tudjon jönni a városba, és ennek a kapunak a tornya az, ami megmarad, és az egyik első felvétel, valamikor az 1870-es évek elején készült erről a kaputoronyról.
És ugye ez az, amit 72-ben aztán elbontanak. Abban az évben, amikor a színház alapkőletétele megtörténik, ugye a második legrégebbi felvétel Székesfehérvárról. De ugyanez a környék, csak egy kicsit arrébb. Ugye ez a Varkos szobor környéke, a budai kaputorony, mint olyan. Azon az emléktábla, ugye József Nádor látogatásának az emlékét örökíti meg, és aztán amikor a kaputornyot lebontják, akkor elhelyezik a szemináriumi templomnak a mostani posta felőli homlokzatán. Tehát ez a tábla is azért vándorol. És visszakanyarodva, ez az a Nádor utca, amiről ugye az előbb láthattuk ezt a pillanatfelvételt, ami a legjobban felismerhető, az nyilván a ciszterci templom, ugye ott a háttérben, illetve az előtérben egy jellegzetes tűzfal, ez a mostani öltönyház épülete egyébként, és ez a tűzfal most is megvan, tehát látható, és azt láthatjuk, ugye 1903-as ez a felvétel, hogy bizony reklámhordozóként használták a 20. század elején, és 1939-es lesz az utolsó felvétel, amit ebben a műsorban megmutatunk, és anélkül, hogy lelőném előre a poént, gondoltam, hogy tegyünk egy keretet a fotótörténet köré, ez most olyan furcsán hangzik, de képeket keretezünk igazából, és egy 1939-es felvételt láthatunk majd nagyjából ugyanebből a szögből. Látni fogjuk, hogy mennyire változott 36 év alatt a Nádor utca. Így van, és hát természetesen a tűzfal felirat is majd más lesz. Tehát ugyanúgy megmaradt reklámfelület. Most a Nádor utca után egy házas pár fotóját hoztad. 1905-ben készült ez a felvétel, igazából azt nem tudjuk, hogy ki volt a készítője. Tehát itt az biztos, hogy egy műtermi kép, az ugye látszik rajta, hogy egy beállított fotóról van szó, kis asztal, széken elhelyezkedve, a hölgy ugye félig ül, félig támaszkodik a férjére, az is lehet, hogy házasságkötés után készült egy-két héttel, nyilván nem frissen, hiszen nem mondom, hogy nem elegánsak, hiszen a polgári elegancia az látszik rajtuk, de ugye nem esküvői öltözetben vannak. Hát egy fiatal házas pár. Látszik ki a főnök a családban. Abszolút láthatjuk azt is, hogy a 20. század elején járunk egyébként ez az öltözködésből, a fényképnek a beállításából, meg egyáltalán a készítésnek a technikájából abszolút kivehető. Menjünk is tovább. Tényleg változatos a mai felhozata, hiszen egy kiállításról szól a következő kép. 1905-ös a felvétel. Ez azért érdekes, mert a Virág kiállítás címet viseli. Ugye 1906-ban volt Székesfehérváron egy iparkiállítás, amit akkor már gróf Széchenyi Viktor főispán, illetve Prohászka Ottokár megyés püspök szerveztek közösen. És ennek a virágkiállításról készült felvételnek, hogy az az érdekesség, hogy egyrészt egy évvel korábbi, másrészt én még nem találtam róla semmilyen információt, de hát gondolom, hogy az országos iparkiállításnak lehetett egyébként valamilyen felvezető eseménye, illetve az is előfordulhat, hogy ugyanolyan vándor kiállítás volt, mint ahogy az iparkiállítások maguk, hiszen azért meglehetősen sok virágüzlet volt a 20. század elején is Fehérváron. Virágkötők, kertészetek működtek ugye Palotavárosban, aztán a Ráczhegy budai út felőli szélén is, illetve több helyen, és nem csak a temetők részére dolgoztak nyilván, hanem a nagyobb megrendelésekre is. Tehát én el tudom képzelni, hogy például helybeli virágkötők és mondjuk Fehérvár megyei virágkötőknek ez a megmérettetése lehetett. Ennyit tudunk igazából a fényképről. Nyilván a háttérből sem derül ki, hogy ez Fehérvár, a Fortepánon Székesfehérvárként szerepel, tehát remélhetőleg majd sikerül valami információt találni hozzá. Gyakran figyeltünk arra is, hogy hogyan öltözködnek a fotókon, mint ahogy az imént a fiatal házaspárnál is kiemelted, és egy picit képet kaptunk abból, hogy melyik évben milyen öltözék volt a divat. Következő képen majd azt fogjuk látni, hogy milyen kalap volt a divat 1905-ben. Igen, meg is tudjuk mutatni ezt a felvételt, mindjárt láthatjuk. Hát ugye, amint látjuk, ugye a világos öltözet, mellé egy sötét színű kalap. Tehát, ami nem azért, a fején van az úrnak. Ami nem a fején van az úrnak, hanem a kezében, hiszen természetesen beltérben fényképezkedett, ott meg ugye nem illik kalapot viselni. Műteremben készült ez a felvétel is. Tehát azt láthatjuk, hogy ugye a világos színek dominálnak, mellé egy sötét színű csokornyakkendő, hogy ugye ez kiemelkedjen, és hát egy sötét színű kalap, valószínűleg egyébként egy sötét színű kabát is tartozott emellé, amit hát nyilván beltérben meglevesz az ember, és elhelyezi
a megfelelő helyen. Azért az arcra is felhívnám a figyelmet, a hajviseletre, ugye a polgári eleganciához hozzátartozik, hogy valakinek vagy nagyobb a szakálla és az arcszőrzete, vagy nincsen neki. Tehát azért átmenet nem nagyon volt ebben az időszakban, és hát nyilván a divatok azért változtak folyamatosan. Tehát ebben az időszakban azért még az volt a jellemző a monarchia idejében, hogy valaki tényleg vagy teljesen leborotváltatta az arcszőrzetét, ugye Borbénál jellemzően, nem saját maga borotválkozott, vagy pedig elég tekintélyes arcszőrzetet növesztett, vagy egy nagy bajuszt, mint azt a jellegzeteset, ugye Sára Gyula, emlékszünk még rá talán, vagy egy kicsit más jellegűt, azt a lekonyulót, mint Havranek József polgármester, vagy a főispánok, vagy pedig egyáltalán nem. Igen, ez úgy tűnik, hogy a bajusz és az arcszőrzet viselete is valamiféle rangot is jelképezett, főleg a bajusz tekintetében. És az öltözködés mellett egyébként hozzátartozott az eleganciához, tehát az, hogy valakinek ápolt legyen az arca is, ugye, nem csak az öltözéke legyen tiszta és friss, ráadásul ugyanúgy hozzátartozott természetesen a megjelenéshez, tehát ez is rangot adott. Most nézzünk a század előről gyerekeket. 1909-ben készült egy felvétel, annyit tudunk róla összesen, hogy elemi iskolások vannak rajta. Sajnos azt sem tudjuk a felvételről egyébként, hogy melyik iskolának a tanulóit ábrázolja. Ha van olyan leszármazott, aki felismeri rajta valamelyik ősét, akkor abból nyilván ő legalábbis tudja, és hogyha van, akkor mindenképpen jelezze nekünk, én ezt szeretném kérni. Amit még fontos a kép kapcsán megjegyezni, hogy ugye 1909-ben járunk, ekkor még általában a 4 elemi volt ugye a bevett. Tehát nagyon ritka volt az, amikor valaki például 6 elemit jár, de ilyen is előfordult, főleg, hogyha mondjuk polgári iskolába szeretett volna tovább menni, vagy magasabb tanulmányokat folytatni, akkor a 4 elemi után nem fejezte be, ma úgy mondanak, az általános iskolát, hanem ment tovább. Ez a kép, amit láthatunk, ez ugye nem egyetlen korosztály, illetve korosztályilag egy, de ugye nem egyetlen osztályt jelent természetesen, hanem még itt is azért hozzátartozott bizony a külvárosi elemi iskolákhoz, az a falusi iskolákban is tapasztalható körülmény, hogy akár 1, 2 vagy 3 évfolyamot is ugye ugyanaz a tanító tanított, és egy időben az órákon ugye különböző anyagokat, leckéket vettek végig, és hát azért itt is még a 20. század elején ez jellemző volt. Persze már volt egyébként Fehérváron is olyan elemi iskola, ahol már külön évfolyamokat oktattak külön tanítók, de ez még viszonylag ritka volt. Tehát amikor látunk mondjuk különböző címtárakban jegyzékeket arról, hogy az adott iskolának kik a tanítói, akkor mindig gondolnunk kell arra, hogy általában négy évfolyam volt összesen, maximum 6, az 5., 6. meg többnyire összevonták, és azért volt kevés a tanító, mert összevontan oktatták a gyerekeket. Ha egyszer eljutunk majd oda, hogy Székesfehérvár oktatási története, akkor megtudjuk azt is, hogy az 1900-as évek elején hány iskola működött, és hány iskolába járhatták ki azt a bizonyos 4 osztályt az akkori gyerkőcök, de menjünk tovább az iskola után, mindjárt haptákba vágjuk magunkat a következő képpel. Ugrálunk a témák között, de igazából ezt az időrendi sorrend adja. Tehát, hogy azért annyira ne keveredjünk bele mégis, úgy gondoltam, hogy kronológikusan menjünk végig ezeken a képeken, tehát még lesz például iskolai fotó is majd. Egy 1910-es felvételt láthatunk, Ré István rendőrkapitány, tehát a városnak ekkor ő volt a rendőri vezetője, díszmagyarban látható ezen a felvételen, tehát természetesen nem minden nap ezt a viseletet hordta, és hát ugye nem lovon közlekedett a munkahelyére, a kapitányságra nyilván, hanem hát különböző eszközökkel, valószínűleg nem gyalog járt egyébként, tehát egy rendőrkapitánynak ugye megvolt az a rangja, hogy ő már akár egy bérelt kocsival járjon, azt nem mondom, hogy a 10-es évek elején már autóval, de már az sem volt egyébként ritka. A helyszínről ugye nagyon nehéz lenne beazonosítani a helyszínt, egyrészt a fotóhoz tartozó információk között szerepel, ez az egyik, ami alapján meg lehet oldani, így könnyű, ez az egyik. A másik pedig, hogy van egy jellegzetes téglafejezetes oszlopot mögött, egy kerítés oszlop,
ami után, hogyha az ember elolvassa a kép aláírást, akkor azt mondja, hogy jé, ez tényleg az. Ha nem lenne ott a kép aláírás, valószínűleg én is még mindig találgatnék, hogy hol lehet. Ne csigázz már, ez a szemináriumnak vagyunk. A kertje, ugye a Szent István tér felől láthatjuk ezt a kertet a háttérben, és az a jellegzetes téglából kirakott oszlop, ez a sárga kockás oszlop, ez az, ami látható itt a háttérben, és ugye itt a Lausmann ház a bal háttérben, akkor ad mondjam, hogy bal felső sarokban, ugye Lausmann Gyulának az egykori lakóháza, tehát ennyit magáról a helyszínről. Kapitány úr, akkor elképzelhető, hogy valamelyik, most hirtelen nem is tudom, hogy akkor melyik működött vármegyeházára érkezett, vagy onnan ez, indult. Ez a vármegyeháza, ami ugye nem látszik ugyan a képen, de ott van valahol mögötte. Nos, hát nagyon jó, hogy az is látszik ezeken a képeken azért, hogy mennyivel több volt a belvárosban az öldövezet, akár egyszer előkerülnek ilyen képek, mindig látok fákat és növényeket, hát nyilván annyira még akkor nem épült be, hiszen az 1900-as évek elején járunk. Az iménti kép 1910-ben készült, ugyanebből az évből hoztál még egy képet. Szintén 1910-ben a Városmajorból láthatunk egy felvételt. A Fortepánon van egyébként több is, de azért próbáltam mindig egy-egy képet hozni az adott témához, meg az adott évben. A Városmajornak a területét azt ma már nagyon nehéz lenne megtalálni, hiszen teljesen átalakult, teljesen megváltozott, de hogyha valaki bármilyen szempontból kapcsolódott az utóbbi néhány évben a Kodolányi Egyetemhez, vagy olvasott róla, vagy nagyjából ismerős a környéken, akkor tudja, hogy a Városmajornak a területe az a mostani Sörháztér környéke igazából, illetve egy nagyon picit ott a Rózsaliget irányába az elnyúlott. Itt volt a városnak a nagy kertészete például, és úgy mondhatnánk, hogy igazából a város gazdálkodás az innen működött. Tehát mondjuk a mai szép hőnek az elődje volt tulajdonképpen ezen a területen. Ugye a mostanitól igazából nem is olyan nagyon messze. Bár az az irodaház, tudjuk, ami ott van a Honvéd utcában, és még nagyon sok telephely működik. Tehát részben a szép hőnek, részben a városgondnokságnak egyfajta elődje. Ugye ők voltak azok, akik például az utakat karban tartották, a parkokat rendezték, köztisztaságra felügyeltek, és ugye a nagy kertészet adta például a virágdíszeket a különböző nagy eseményekre, amikor ugye hatalmas nagy virágpompában úszott az egész város. Ugye különböző tisztségekbe történő beiktatások, nemzeti ünnepek, gyászévfordulók, megemlékezések kapcsán azért itt rendszeresen teleszórták szó szerint virággal a várost. És hát nyilván faiskola is működött ezen a területen, tehát azért is Városmajor ez a terület, hiszen a gazdasági tevékenység, igaz, hogy nem annyira mezőgazdasági tevékenység, de hogyha mondjuk a dísznövénykertészetet nézzük, akkor mégiscsak ide kapcsolódik. Tehát mondjuk itt azért gabonát nem termeltek, de olyan szempontból mindenképpen ez egy majornak tekinthető valóban, hogy a várost innen látták el például növényekkel. Itt az ideje, hogy 1911-ből is mutathassunk egy képet, és még gyerekeket látunk. Méghozzá jelmezes gyerekeket. Sajnos nem tudni, hogy milyen alkalomból készült. Előfordulhat az is, hogy valamilyen színművet adtak elő. Ha az ember úgy nagyon rákoncentrál egy-egy ruhára, akkor még talán azt is mondhatná, hogy esetleg egy első áldozás alkalmával készült. De hogyha jobban megnézzük a képet, azért hát elég sok csőszlány is van a képen. Népviselet. Úgymond magyar ruhában, az pedig nem jellemző az első áldozásokra. Ugye ott a hófehér ruha, kis menyasszonyok igazából az első áldozó kislányok, vagy legalábbis voltak annak idején. Tehát ez valamilyen egyéb előadás kapcsán készülhetett maga a kép. De nagyon elegánsak és nagyon csinosak voltak a gyerekek ezeken a képen. Ugrunk a következő képpen majd 3 évet, 1914, ami azért ugye a világot tekintve már egy forrongó évnek számít, tehát ettől függetlenül Székesfehérváron azért még tanultak a gyerekek, és voltak tanuló fiúk is, akiket le lehet fényképezni. Mindjárt a következő képeken egyébként a világháború is ide kapcsolódik. De ezt még mindenképpen érdemes megnézünk. Egy polgári otthonban járunk, ahol hát vagy a saját szobájukban, vagy a nappali szobában, szalomban, mondjuk akkor így, tanul ugye a két fiú, és írják a leckéjüket. Ugye hazamentek az iskola után, nem volt napközi,
és hát szépen megírta mindenki otthon a leckét, tanult másnapra, és akkor utána lehetett ugye egyéb dolgokkal foglalkozni. Azért a polgári családokban nagyon szigorúan számon kérték a tanulást, és ezért azt se felejtsük el, hogy nem volt sokkal kevesebb teher az akkori polgári családoknak a gyerekei, mint a mai bármelyik tanulón. Hú, ez a terítő, tudod, mi pénz lenne most az Hajjaj, bizonyám. Gyönyörű szép a berendezés, és nem csak a fiúk, mert bocsánat, hogy ezt is észrevettem. Nos, tehát a fiúk 1914-ben tanultak ebben a gyönyörűen berendezett szobában, amikor már említettük, hogy ugye az első világháború ekkor kezdődik, és hogyha a világháborút emlegettük, akkor mint mondtad, hoztál ezzel kapcsolatban is képet, ami azért egy picit mutatja majd a hangulatot. 1915-ben készült ez a fotó. A Szent István Király Múzeum fényképadatbázisában, a Fehérvár annón és még rengeteg helyen elérhetőek egyébként erről a területről különböző felvételek. Itt a fényképnek a lényege az maga a kápolna épület, amit itt láthatunk, illetve a háttérben itt látszik egy barakk épület, ez az úgynevezett barakk kórháznak volt a kápolnája. Tehát ez úgy nézett ki, hogy fából ácsolt, deszka falakból, deszka padlóval készült barakk épületekben voltak ugye az úgynevezett kórtermek, irodák és mindenféle egyéb, és ez egy hatalmas nagy terület volt, ráadásul ugye laktanyák szomszédságában, tehát katonai területen helyezkedett el, ez a Budai úton, a mai hadiárva, bocsánat, akkor későbbi hadiárva intézet, aztán ugye gépipari technikum, tehát a Széchenyi középiskolának a területéről van szó, illetve ez átnyúlott a Hadiárva utca területére is. Itt volt megtalálható ugye a gyalogsági laktanya, élelmezési raktár, csapatkórház szomszédságában ez a fából épült telep tulajdonképpen, és ennek volt ez a kápolnája, tehát ez egy ideiglenes kápolna volt, aminek ugye az az érdekessége, hogy ezt katonai célra használták. Nem messze innen a Lövölde úton a Javítóintézet udvarában is volt egy kápolna, amit sokáig egyházközségi célokra is használtak, a búrtelep kápolnájaként, és nagyjából ezzel szemközt az egykori Lövölde kert mellett szintén volt egy kápolna, ami a 20-as években még működött, de aztán sajnos már nem sikerül igazából a nyomára bukkani, hogy mikor is bonthatták el. Ugye 1933-tól működik a Prohászka templom, plébánia templomként, tehát valószínűleg akkor még létezett, de elbontásra került. Ez viszont ugye a háború után megszűnt, amikor a hadifoglyokat ugye hazabocsátották, és amikor ugye az utolsó sérültek is távoztak ebből a kórházból, akkor ezt a telepet igazából felszámolták, és a 20-as évek elején pedig megtörtént a Hadiárva intézetnek a felépítése. Nem akarlak ijesztegetni, de mint a féle gonosz műsorvezető figyelmeztetnem kell téged, hogy a 11. kép jön most, tehát ha látni akarjuk 1939-ben a Nádor utcát, elmúlt fél óra már a műsoridőkben. Úgyhogy de semmi baj, hiszen érdekesek a képek, és nagyon sok mindent tudunk meg nekik köszönhetően a városról és az akkori életről, de akkor maradjunk 1915-ben a következő képen is. Szeptember 8-án avatták fel a vértes vitéznek a szobrát, ugye Lika Döme vidéki földbirtokos volt az, aki ezt a szobrot megrendelte, és Rigele Alajos szobrászművész készítette el, ez egy fából faragott szobor volt, aminek az volt a lényeg, hogy a nemzeti áldozatkészség szobrok közé tartozott, tehát ezeket a szobrokat fából faragták, és aztán különböző adományok fejében ugye kis pici szegecseket lehetett vásárolni, amit vagy az illető személyesen vert bele ebbe a szoborba, vagy pedig az ő nevében. Ugye a legnagyobb adományozók aranyszöget helyeztek el, például Ferenc József császár és király nevében is egy aranyszöget vertek be ebbe a szoborba, és kis táblákat is elhelyeztek. Tehát például az uralkodó nevét feltüntették, mint ugye egyik legfontosabb adományozójét, és hát annyi adományozó volt, itt ugye különböző összegekre hirdették meg ezt a jótékonysági akciót, ugye a hadirokkantak, hadiárvák, hadiözvegyek ellátására fordították a befolyt összeget, hogy teljesen megtelt, és aztán elkezdték ugye vasvitézként emlegetni, hiszen voltak neki vasalt részei is, főleg az a címer pajzs,
ami a mai napig a kezében van, de teljesen beborították a szegek, és aztán így került be egyébként a Városi Múzeumba, amikor 1929-ben a mai országzászló téren megnyitott az állandó múzeum, akkor ott már látható volt, és aztán így került át később a múzeumnak a rendház épületébe, és tulajdonképpen nem csak a város, de a múzeum történetéhez is a 20-as évek óta szorosan kapcsolódik. Aranyszög azóta is benne van? Hát ezt nem tudom most pontosan megmondani. Rendkívül sok rozsdás szög van benne. Majd az első világháború kapcsán egyébként fogunk róla részletesebben is beszélni, és akkor addigra megnézem, hogy benne van-e az a szög. Akkor most menjünk 1916-ba. Ugye említettem, hogy iskolai fotót még fogunk mutatni. Erről, hál' Istennek, azt tudjuk, hogy az Olaj utcai elemi iskola udvarán készült. Ez az iskola az, ami aztán később elbontásra került, tehát ma már nem létezik. A helyét azt egyébként tudjuk azonosítani. Ma már itt családi házak vannak, tehát igazából nyomokban sem látható. A Vízivárosnak volt az egyik fontos úgynevezett községi elemi iskolája, tehát városi fenntartásra, és ugye itt is látjuk, hogy több osztályról, több évfolyamról van szó. És akkor ennyit a képről, csak hogy tudjunk menni tovább. A következő képen látható kápolnáról többször beszéltünk már, hiszen a város igen fontos része, és mai napig is látható. 1921-es a kép. Igen, itt nekem közben a listában még szerepel a székesfehérvári dalegyletről, egy 1920-as igazad van, felvétel. Igazad, ennyire ne siessek. Csak így felvillantjuk, jó. És akkor majd a zenetörténet kapcsán visszatérünk rá, mert erről tényleg nem tudok mást mondani. És akkor most megnézzük a Szent Anna kápolnát. 1921-ből, így van, elnézést kérünk. És ugye itt is csak annyit hadd említsek meg, egyrészt ugye a rövid szoknyák kapcsán többen felvetették az egyik közösségi oldalon, hogy biztos, hogy ez a 20-as évek? Igen. Tehát igen, mert már akkor a féle midi? A haj és a kalapviselet az viszont jellegzetesen 20-as évek. Kicsit olyan Chanel utánzat. Valószínűleg nem véletlenül. És igazából itt a kápolna kapcsán az egyetlen fontos érdekesség, hogy ez a kis előépítmény, az itt még létezik, 1934-ben került elbontásra, ugye Möller István féle műemléki rekonstrukció kapcsán. Ha egy kicsit tágabb lenne a perspektíva, akkor láthatnánk a Kálmán-Csehi szobornak a leendő helyét, de az is csak 1938-ban kerül oda, tehát az meg majd még egy jóval későbbi állapot. Tehát a 20-as években még így nézett ki, mondjuk azt a bazilika környéke a Szent Anna kápolnával. Tehát végül is ez a fal, ami ott belóg, ami előtt állnak a rövid szoknyás hölgyek, az a bazilika fala. Az a bazilika fala, így van. Nos, pontosan. Hát a következő kép egy kicsit izgalmas számomra, mert nyilván majd látjuk a piac teret, ezt tudjuk, hogy mi ez és hol van. De volt haltér Székesfehérváron? Volt, ugye ez volt a halpiacnak a területe, és az az érdekessége, ugye ott a háttérben a Fellmayer gyárnak a kéménye látható, előtte igaz, hogy nem annyira látványosan, de a ponty szállónak vagy beszálló vendéglőnek az épülete, ez a kis földszintes valami, és hogyha a másik irányba elnézünk, jobbra, akkor ott pedig az akkori Szőgyéni Marics, mai nevén Liszt Ferenc utcának a vége látható, hiszen ugye a belváros felől számozódik ez az utca. Tehát ez volt a halpiacnak a területe, az akkori haltér, és egyébként ugyanitt működött mellette, vagy nagyjából ugyanazon a helyen a búzapiactér, és a piactér elnevezés az igazából innen maradt meg, és aztán ugye a városi piac, az pedig a ponty vendéglő helyén épült fel az 50-es évek közepén, tehát megmaradt ez a piactér funkciója. Ugye az az érdekesség még, hogy a fazekas piac, az viszont a mai Városház téren volt, nagyjából ott, ahol a harang emlékmű, a második világháborús emlékmű látható ma. Hamarosan látjuk majd a piactérről készült képet ugyanebből az évből. A haltérrel kapcsolatban jutott eszembe, hogy nyilván akkoriban jellegzetesebb volt a halfogyasztás, viszont azt is tudhatjuk, hogy akár a Velencei tónak köszönhetően, hiszen akkoriban még halázták a Velencei tavat, tehát biztos vagyok benne, hogy több hal érkezett Székesfehérvárra, ezért lehetett külön haltér és a féle halpiacszerűség. Mások voltak az étkezési szokások, azért azt tudjuk nagyon jól, hogy teljesen más ma már, így van. Nos, hát akkor nézzük a piacteret is. 1923-as ez a felvétel is, ugye azt se felejtsük el, hogy az a terület, amit ma például Palotavárosi Központi Park néven ismerünk,
vagy gyors étteremként ismerünk, az ugye akkor még a piactérhez tartozott, meglehetősen sokáig, még a 70-es évek elején is. Tehát a piactérnek a két oldala azért az nagyobb kiterjedésű volt. Ez éppen a termény piac rész, ugyanezen a területen egyébként nem csak kerti zöldségeket, terményeket, de virágokat is árultak, tehát azok a klasszikus nénikék, akkor fogalmazhatunk így, akik ma is megvannak, az ő elődeik árultak a 20-as években is, sőt már jóval korábban, hasonló standokon, mint ahogy ez a parasztasszony is. De nagyon szeretem én őket egyébként. Nos, hát menjünk tovább, az imént nagyon átugrottuk miattam a Székesfehérvári dal egylet fotóját 1920-ból, pótlásul most itt van 1925-ből az összmunkás dal egylet. Munkásokat egyesített, igazából jól éneklő munkás férfiakat, ugye láthatjuk, hogy egy férfi kórusról van szó, függetlenül attól, hogy melyik műhelyben, gyárban, üzemben dolgoztak, mint munkás dalárda működött igazából már a 10-es években is, és aztán nyilván a következő évtizedekben is nagyon fontos volt, és hát ugye a dalárdának a jelvényét, azt pedig ott az első sorban, az első ülősorban ugye legalul középen ülő fiatalember. Jól látom, hogy tányérsapka van rajtuk? Igen, igen, tehát azért az elegancia az hozzá tartozott. Tehát az, hogy rajtuk volt ez a világos színű sapka, a sötét színű felöltő, öltöny, ugye nyakkendő mindenképpen, hiszen akkoriban még az úriemberek hordtak nyakkendőt, hogy a munkás emberek is kiöltöztek ünnepi alkalmakra, tehát ez volt a forma ruha igazából. Azt láthatjuk, hogy különböző színek vannak, tehát nyilván nem egységesen készítették maguknak mindenki, amit tudott és amit megengedhetett. Csak érdekesség, hogy az 1970-es évek elején én is tagja voltam egy zenekarnak, gitároztam éppen, és az akkori idős zenetanárunk minket is egyenruhába öltöztetett, és tányérsapkát hordtunk. Tehát ez lehet, hogy onnan jött még valamikor 1925-ből. Nem akarom húzni az időt, hiszen a következő képen már egy temetőt láthatunk. Hát két képet is fogunk látni egymás után. 1926 készült mind a kettő, és az úgynevezett Óvodai utcai zsidó temetőt láthatjuk ezeken a sztereó felvételeken. Ugye az 1860-as évek kapcsán beszéltünk erről a fotózási technikáról, hogy ugye a két képet egymásra vetítve ezek térbeli képet adnak ki. Itt is igazából erről van szó, mivel ugye nem speciális készüléken nézzük, ezért nyilván a térbeliség az nem látszik rajta. Az viszont, hogy milyen sűrűn telepítették a sírokat, és hogy ugye a sírgondozás, tehát mondjuk a gaztól, egyébtől való megszabadítás, az nem tartozik hozzá egyébként a halotti kultúrához, a zsidóságnál, az is szerintem jól látható. Főleg a következő képen láthatjuk egyébként nagyon jól ezt, hiszen itt igazából arról van szó, hogy ugye a temető az az elmúlásnak a helye, a halottaknak a városa, és hát ugye a halottakat nem bolygatják. Tehát abban az állapotban ugye ez már ilyen kidőlt-bedőlt, bár ez még 1926 láthatók, és hát azért azt ne felejtsük el, hogy 100 évvel korábban még nagyon kicsi volt a zsidóságnak a létszáma, az 1830-as évektől kezdtek nagyobb arányban betelepülni a városba, és a 40-es évektől erősödött meg egyáltalán a helyi zsidóság, tehát itt azért nem olyan nagyon régi sírkövekről és sírhelyekről van szó, de hát ez egy másik halotti kultúra, tehát azért nem olyan, mint a kereszténységé. Kíváncsi lennék rá, hogy hányan tudnák most nézőink közül, hogy melyik is az a Károly Király tér. Most majd kiderül, hiszen erről a térről szintén két fotót hoztál a mai beszélgetésre. 1929-es ez a két felvétel, és szerintem a képekről egyébként egyértelműen látható, hogy melyik helyszínről is van szó. Ugye ez a mai Városház tér, illetve ha a háttérben nézünk, akkor a főutcának a sarka látszik még ezen a helyen. Ugye 1928-ban felállították Bori Jenőnek a püspökkút szobrát, ami itt látható az előtérben, mögötte a püspöki palota, illetve az úgynevezett Pollák sarok, ugye Pollák Rezsőnek a cipőáruház, az Alba cipőáruház, és aztán ugye a 40-es évek végétől az államosítások után pedig az úgynevezett Csemege, ugye a Julius Mellyn, vagy Mellyn Gyula féle kereskedés, ugye így is emlegették magyarosan. Tehát
igazából párba állítható azzal az első Nádor utcai felvétellel. Tehát tulajdonképpen a központot láthatjuk, a város szívét. A következő kép egy kicsit kivisz, sőt, jócskán kivisz a belvárosból, és egy picit a technika világát mutatja meg. Na, ilyenünk se nagyon volt még ebben a sorozatban. Károly királyteret megmutatjuk egy másik irányból is. Ugye, ami látszik ezen a felvételen, hogyha bal oldalról nézzük, akkor ugye a Szent Imre templomnak a mai városháztéri homlokzata, ennek a hátterében, tehát mögötte a püspöki palota, amit ugye ezelőbb is láthattunk, középen ugye ott leghátul a neológ zsinagógának az épülete, ami ugye a mai Várkörút Rákóczi utca sarkán állt valamikor, aztán, hogyha visszafelé jövünk a jobb oldalon a Deák féle nagyáruháznak, ott még a félgömb kupolája, az az üvegacél kupola, amit egyébként a 30-as évek elején távolítottak el, ugye a Kocsis Iván féle városrendezés kapcsán, és aztán visszafelé jövve takarásban van, tehát ezért nem látszik, főleg az Zicsi palota és a városháza kitakarja a Bierbauer házat, de egyébként magán a felvételen itt még rajta van. Most tehát ez volt a belváros, és akkor jöjjön a már említett technika és a város széle. És tényleg csak egyetlen egy mondat, 1930-ban járunk, amikor a Sóstói rádióállomásnak a legnagyobb antenna tornyait felépítették, és aztán már néhány kiszolgáló épület létezett, amiket később kezdtek el bővíteni. Lassan-lassan közeledünk ahhoz az évhez, ami olyan sokat jelentett Székesfehérvár életében, bár gondolom, hogy a 30-as években már az építkezések elkezdődtek, hogy a 38-at meg tudja ünnepelni a város méltóképpen, de azért maradjunk most még 1933-nál. A Szent István tér, illetve mai Szent István tér látható képen, talán ekkor még Megyeház tér volt, vagy talán még Ferenc József tér, ugye a szemináriumi templom, a háttérben, a jobb oldalon ugye azok a városi paloták, villaépületek láthatók, amelyekben a különböző intézmények foglalnak helyet többek között, illetve szociális bérlakások is vannak némelyikben. Tehát jelesül például a Fejér megyei levéltárnak az épülete, az a két épület, az egyértelműen látható. Illetve a bal oldalon pedig, hogyha itt a kerítés mellett haladunk tovább, akkor ugye a Vármegyeházának az épülete, és ezek veszik körbe azt a teret, ami egyébként ma is hát hasonlóan, nem teljesen így, de hasonlóan néz ki. Az lepett meg, hogy nem macskakő. Nem, ez valamiért nem az volt egyébként. Mert hogy annyira jellemző volt a belvárosban a macskakő Az volt, sőt a külvárosi részekben is, de valahogy itt mégsem jelent meg. Említettük már a technikát, és a következő kép nekem megint a technikát juttatja eszembe, hiszen eddig azért jobbára lovaskocsikat láttunk, amelyekhez nem kellett benzinkút, sokkal inkább valamiféle zabolda, viszont a következő képen benzinkútat látunk. Igen, ez egy jó kis közlekedési meg technikai téma. 1933-ban a Rex benzinkutat láthatjuk. Gyakorlatilag kettő, ha jól emlékszem, összesen kettő darab töltőoszlop. Tehát azon kívül semmi több. Ez egy benzinkút. A Vörösmarty téren készült ez a felvétel. Pont ott a ligetes résznek a sarkán állították fel ezt a benzinkutat. Ugyanebben az időszakban egyébként a Zicsi palota Bierbauer ház előtt is volt egy belvárosi benzinkút, hasonlóan felszerelt. Tehát ennél többet nem kell róla elképzelni, semmilyen épület, meg ilyesmi nem volt hozzá, meg shop, meg minden ilyesmi. És hogy miért a Vörösmarty téren? Hát a régi Balatoni út, ugye ne felejtsük el, hogy bizony erre felé vezetett, és nem véletlen, majd fogunk erről is képet mutatni a későbbiekben, hogy itt állítottak fel egy jelző oszlopot, amin egy Szent Kristóf alak volt megtalálható, és mutatta, hogy például a Balaton irányába merre lehet tovább menni, Veszprém, Győr irányába merre lehet tovább menni, Budapest felé. Ez is egyébként viszonylag közel volt megtalálható maga az útjelző, a második világháborúban pusztult el, semmisült meg. Itt lehetett Budapestről jöve a Balaton felé tankolni, hiszen lényegesen gyakrabban kellett ugye tankolni még akkoriban, illetve a Balaton felől visszajöve Budapest felé, ez pont útba esett, mert hogy itt kanyargott a balatoni főútvonal, és itt nem hömpölyögtek, de közlekedtek az autók.
Azok a motorok. Nos, próbáltam a képek között mindig beszélni egy kicsit, hogy tudjanak a kollégák lapozni, de most a következő fotó előtt zavarban vagyok. Fogalmam nincs, hogy mit mondjak róla, és hogy hogy kerül ide, úgyhogy átadom neked a szót. Köszönöm szépen. 1935-ben készült, és egy fotótasakot láthatunk egyébként a képen, és azt is láthatjuk, hogy egy drogériából származik. Tehát Székesfehérváron volt bizony olyan drogéria, mondjuk azt, hogy parfümkereskedés, meg részben ugye mondjuk, hát patikának nem mondanám. Tehát mindenféle szépészeti, meg egyéb szereket lehetett kapni Svéd Sándor drogériájában, ugye láthatjuk, még a címét is, hogy ugye ez is a Nádor utcában működött. Én most meg nem mondom neked, hogy ez melyik épület volt, mert a számozás változott már azóta. Minden esetre látjuk, hogy Kodak filmeket például ott lehetett előhivatni, úgyhogy nem csak a sokszor emlegetett Ullmann Imrénél, majd később a fiánál Józsefnél volt ilyen film előhívási lehetőség fényképészműteremben, hanem drogériában is. Ma is van egyébként olyan országos, sőt nemzetközi lánc, ahol lehet fényképeket előhivatni. Jelzem, hogy Fehérváron már a 30-as években is létezett ilyen lehetőség. Annyira gyorsan mégse változik a világ. Most nézzük meg a Nagy Sándor utcát. 1936-os a felvétel, és nem tudom, hogy mennyire jellegzetesek ezek a homlokzatok, de ha azt mondom, hogy a Feketesas szálloda környékén járunk, akkor most már mindenki tudja, hogy az Ady Endre utcáról van szó. Kicsit azóta változott ugyan a környék, de a Feketesas van a háttérben. Ugye Grósz Bernát nevét láthatjuk félig meddig a képen, illetve a testvére, korábban az édesapja Grósz Józsefnek a porcelán üvegüzlete mai 9-es szám alatt, és aztán a folytatásban a különböző polgári épületek láthatók. Mekkora volt a forgalom a kép alapján? Ez azért érdekes, hogy volt, hiszen ugye az utca tele volt üzletekkel. Tehát hogy azért volt hova bemenni. Nos, van. Hát a Simor utcát is meg tudjuk mutatni a következő képen, ami már 1936. Igen, tehát még szintén a 30-as évek második felében járunk. Illés Károlynak a vetőmag kereskedése látható ezen a képen. Ez a piactérnek az a területe, ami aztán bontásra került egyébként itt a Várfal Park és egyebek kapcsán. Tehát ez ma már nem létezik, minden esetre címtárakban még elérhető, és hát magáról az üzletről fennmaradt ez a kép, tehát ez azért ipartörténeti szempontból is érdekes lehet. Hát ha tudnánk a hölgy nevét a képen, akkor meg nyilván családtörténeti szempontból is lehetne. Bizony, erre nem gondolta volna akkor, hogy egyszer majd azért lesz fontos az ő fotója, mert ott van a háttér, ami minket most érdekelt mindenképpen. 37 következik már. A Várkörútról hoztam egy olyan felvételt, amit sokszor lehet látni, de mi még talán nem mutattunk meg. Ugye egyrészt egy téli táj, másrészt pedig a neológus zsinagóga egy olyan szemszögből, amiből viszonylag ritkán látható, hiszen általában szemből látunk róla a képeket, és messziről. Itt egy közelebbi, a zsinagógához tartozó kert, aminek a helyén aztán később egy játszótér volt, és a kert mellett volt az a fényképész műterem, amiről már nagyon sokat beszéltünk, az örökségvédelmi osztálynak a mai épülete helyén volt igazából, és ugye itt volt először Pribék Antalnak, aztán később Fodor Józsefnek, majd pedig a Pete testvéreknek a műterme. Gyönyörű volt ez az épület, mindig emlegettem, hogy azért hiányzik ebből a városból, de hát sajnos megsérült, ez lett a sorsa. Piactéren jártunk már a mostani sorozatban, és van még egy kép, ami visszavisz. A piactér és a Szőlgyényi Marics utca sarka 1937-ben látható ezen a felvételen. Említettem már itt az adás elején közben, hogy ugye ez a mai Liszt-Ferenc utca vége igazából a piactér irányából, és az az épület, ami itt a háttérben látszik, ez ma is egyébként hasonló homlokzattal látható. Ugye ez a ruházati, ha jól emlékszem, pajtás áruház volt talán annak idején, ebből szerintem mindenki jól be tudja azonosítani, és a család mögött, a háttérben, a háromfős család mögött pedig annak a kis földszintes bódésornak, meg üzletsornak a vége látszik, amit a 70-es években bontottak el itt a Várfal Park kialakítása kapcsán. Tehát így nézett ki valamikor ez a sarok, meglehetősen nagy hirdetőoszlopokkal és reklámfelületekkel.
És megérkeztünk 1938-ban, amikor Székesfehérvárra figyelt az egész ország. Hát erről majd azért nagyon részletesen fogunk beszélni a későbbiekben. Itt néhány felvételt azért hoztam. Az aranyvonat látható vasútállomáson, ugye a Szent Jobbot szállító aranyvonat 1938. június 1-én, amikor megérkezett Székesfehérvár, és hatalmas nagy küldöttség, hatalmas nagy ünnepi sereglet fogadta. Illetve szintén ugyanezen a napon a vasútállomás épületéről készült egy külső felvétel. Ha már ott volt a fotós, fog venni az aranyvonatot. Ha már ott volt a fényképész, így van, és ugye láthatjuk, hogy micsoda ünnepi pompában feldíszítve fogadták ekkor az aranyvonatot, és hát az országos nagy küldöttséget, hiszen a főpapi klérus mellett az országnak a politikai vezetése is itt volt a városban. Három képünk maradt még a következő percekben, amik visszavisznek a belvárosba végül is, és még mindig 1938 kettő darab képen. Megláthatjuk az első képen azt, hogy hol is állt valamikor a Szent Imre szobor. Talán a háttérből valamennyire látszik, de nem vagyok benne biztos, hiszen a mögötte lévő ház 1944-45 fordulóján félig meddig megsemmisült, és egy újat kellett helyette építeni. Talán a fákból még látható, ezek a fák nemrég tűntek el egyébként a régészeti ásatások, tereprendezés és egyebek kapcsán, tehát ma már nem látszanak. Ez az akkori Szent Imre tér, ma Géza nagyfejedelem tér nevet viseli, és az unoka helyére, tehát a Szent Imre szobor helyére pedig a nagypapa Géza nagyfejedelem szobra került a 70-es években, Meszlényi Jánosnak az alkotása. Ez pedig feje nélkül a püspöki palota kertjében került elásásra 1945 után, majd a 90-es években a mai Szent Imre templom mellé került egy másolata, Székely János Jenőnek az alkotása. 1938-ból a mai műsorban még a Hősök terét hoztad el nekünk. Igen, a bazilika melletti területet láthattuk az előbb, most pedig a bazilika mögötti terület. Ugye biztos, hogy 1938-ban készült legkorábban ez a felvétel, hiszen miután 1929-ben a Hősi emlékmű elkészült, ugye az altemplom bejárata köré, 1938-ban állították fel az ismeretlen katonának a szobrát, vagy fektették ide, tehát azóta díszíti a teret, illetve díszítette néhány évig, és aztán 1988 óta ismét. Műsorunkat 1903-ban kezdtük a Nádor utcával, azaz a mostani főutcával, és már akkor jelezted, hogy ebben az utcában is fogjuk befejezni, hiszen az utolsó kép is a Nádor utcát mutatja, csak már jóval később. 1939-ben járunk, tehát 3,5 évtizeddel később, 36 év telt el. Ugye ami változott, az egyrészt az, hogy forgalom van az utcán, tehát autó látható az előtérben. Kicsit más a perspektíva, a ciszterci templom igazából nem változott, és amire ugye az elején itt utaltam, mivel más a szög, ezért az épületek is máshogy látszanak, a szélső, tehát a Szent János köz felől számozott többszintes épületnek a tűzfalán itt már a Grósz felirat látható, és ez az a Grósz család, akikről a Nagy Sándor utca kapcsán már beszéltünk, tehát itt a Fiumei kávébehozatal és Kovács Pálnak a nevét ugye felváltotta a Grósz porcelán és üveg, megmaradt reklámfelületnek. Egyébként, ahogy ma kinéz, és amilyen állapotban ma van az a tűzfal, talán érdemes lenne valami dekoratív díszítményt oda elhelyezni. Nagyon sok minden derült ki a mai műsorban is, a képek kapcsán pedig alig néhány évtizeden tudtunk végigmenni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, hogy ezt a sok tudást így átadtad nekünk, és természetesen köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. A Városismereti műsorral legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, addig is kellemes televízió nézőzést kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.